Fél éve tart a hősképző kampány az ország megyeszékhelyeinek mentőállomásain. A program azért jött létre, hogy minél több ember rendelkezzen olyan ismerettel, amivel életet menthet hirtelen szívleállás esetén. A mentők által évente észlelt mintegy 6000 hirtelen keringés megállás esetében csak akkor tudunk segíteni, akkor lehet sikeres az újraélesztés, hogyha a helyszínen lévő laikusok azonnal megkezdik a mellkasnyomásokat. A nemzetközi szakirodalom szerint az azonnal megkezdett mellkasnyomások, illetve a gyorsan a helyszínre érkező defibrillátor esetében mintegy 60%-kal nagyobb az esély arra, hogy sikeres újraélesztést tudunk végezni. Amennyiben valaki elég elszántságot érez ahhoz, hogy életet mentsen, letöltheti a SaveCity elnevezésű alkalmazást is. Az applikációt eddig több mint 10 000-en töltötték le, és már életet is mentett. A SaveCity alkalmazás, ez egy mobil applikáció, amit mindenki letölthet a saját telefonjára, okostelefonjára, és ezzel segítségül, vagyis hát segítséget adnak számunkra arra, hogyha hirtelen, tehát közterületen összeesés történik, illetve keringés megállás, akkor mi küldünk nekik egy értesítést erről, hogy a közelükben újraélesztésre lenne szükség, így a laikus első segélynyújtók oda tudnak menni, és akár perceken belül hősök lehetnek. Az alkalmazás későbbi frissítésében már nem csak a vészhelyzetekről kapnak értesítést a felhasználók, hanem arról is, hogy milyen messze található a legközelebbi félautomata defibrillátor. A hősképző programra a laikusokon kívül azokat az egészségügyi dolgozókat, házi orvosokat és asszisztenseket is várják, akik szeretnék felfrissíteni újraélesztési ismereteiket. Az ingyenes képzést Nyíregyházán minden hónap utolsó hétfőjén délután 3 és 5 óra között tartják a mentőállomáson.